Mindjárt egy kedves, nosztalgikus, hangulatos kis versennyel nyitottak Herczig Gáborék az idén. A megyeszerte kedvelt politikus sportemberre a tavaly tragikus hirtelenséggel Covid-ban elhunyt Tóth Ferencre emlékeztek. A teniszsport nagy kedvelője, egyben rendszeres űzője volt az országgyűlési képviselő, korábbi Tolna megyei kormánymegbízott, aki névadója lett ennek a páros versenynek, az özvegy nem kis örömére. Kézilabda volt mindig a nagy-nagy álom, de hát most a kora miatt már az nehezen ment volna, úgyhogy lett egy új hobbi és nagy-nagy-nagy kedvelés, az a tenisz, igen. A nyugdíjas évei alatt nagyon jól megtalálta itt a helyét a Tolnai Tenisztársaságban. Közel is volt hozzánk, és valóban 2-3 alkalommal volt, amikor többet is tudott játszani. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, hogy ilyen sokan jöttek és lehetővé tették, hogy legyen egy ilyen szép délután. A verseny kezdetén még ismeretlen volt a villányból érkező páros, nem mutatták ki oroszlán körmeiket, de aztán meccsről meccsre remekeltek, és megérdemelten jutottak be a verseny hármas döntőjébe. Mint az a késő délutáni órákban kiderült, óriási csatában dőlt el a győzelem és a dobogós helyezések sorsa az emlékversenyen. Körbeveréses, szoros meccsek után mindegyik páros egyet nyert és kettőt vesztett. Az összevetés alapján az egyébként legösszeszokottabb sikerélményekkel érkező Szabó Béla Keszler Zoltán páros lett a tolnai verseny győztese. A verseny érdekes, figyelemre méltó színfoltjai voltak a vegyes párosok, a női teniszezők szereplése ezekben a formációkban. Megállapítható, érződik a hölgyek felé nyitás pozitív hatása a tolnai teniszben. A tollasból is adódott, előtte fociztam valamikor, még 20 évesen, van labdaérzékem, és imádom a sportot, imádom a teniszt, a közösséget, ami itt van. Most kezdünk talán éledezni a párommal, és egyre több pontot szerzünk, még nem nyerünk, de egyre több pontot szerzünk. Egyesben a másodosztályba indultam, tavaly középmezőnybe végeztem, és az idén 10 meccsből 6-ot nyertem, 4-et elvesztettem, és hát amikor az ember egy férfi ellen tud győzni, aki esetleg már régebb óta játszik, az óriási élmény. Andreának lánya, Brigitta is már rendszeresen teniszezik, ő is a vegyes párosban szerepelt, mégpedig az ismert vállalkozó Hámori Róberttel alkotott egy teniszpárost. Utánuk is újak jönnek, remélik Pásztorik, de maga az oktató főszervező is. Egyelőre az női versenyzőben jóval kevesebb van, mint a férfiakból van azért, akik vannak, azok viszont kitartóak és fanatikusak. Visszatérve úgy általában a tolnai versenyekre, megeshet, hogy legközelebb már nem egy, hanem több más klubtól érkező teniszezővel találkozhatunk. A Magyar Tenisz Szövetség úgy tette érdekelté a klubokat az amatőr versenyek szervezésében, amennyiben másonnan is érkeznek, ebben az esetben létszámarányosan támogatást tudnak nyújtani a rendező kluboknak. Nos, ebből a jóból a tolnaiak sem szeretnének kimaradni.